Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket, önök május 19-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is. Ma tartotta éves közgyűlését az Áltarél Szövetség. Csapadékvíz elvezetés kérdéseiről szólt konferencia. Honvédelem napja alkalmából találkoztak a nyugdíjasok. Május 19-én szervezte meg éves közgyűlését az Áltarél Szövetség, amely találkozó lehetőséget biztosított a tagoknak megtárgyalni az eddig lezajlott projekteket és megtervezni az idei évre vonatkozó terveket. A megbeszélést egy szakmai konferencia követte a volt piarista rendházban. Az Áltarél Szövetség minden esztendő májusában hívja életre éves közgyűlését. A szervezet fő célja többek között az Öregtó és a Gerecse Naturpark területek fejlesztése, így ez az alkalom is lehetőséget biztosította a jövő tervezésére, de az eddigi tapasztalatokat is megtárgyalhatták a felek. Én úgy gondolom, hogy minden évben igyekszünk egy picit lépegetni, hát a lehetőségeinkhez mérten. Nem vagyunk bővében a gazdasági lehetőségeknek, de ebből a kicsiből igyekszünk kihozni, amit lehet. Az Öregtó ügyében, ugye tavalyi évben igyekeztünk a vízügyi igazgatósággal közösen egy nagyobb csomagot kidolgozni, úgyhogy az várat magára a kormányzati vonalon, reméljük, hogy előbb-utóbb abból is újabb rehabilitációs projekt lesz. Most idén, illetve az elmúlt évben két kisebb projektet igyekeztünk megalapozni. Ugye mindig az álmodozással kezdődik, és most az Öregtó, a Tófarok rekonstrukció 2-es ütemet készítettük elő, ez az úgynevezett Laguna projekt. A másik pedig a réti halastavak rekonstrukciója, ott 7 tóegységnek a teljes rehabilitációja és a tanösvényi élményparkká alakítása, ezt kezdtük előkészíteni. A Gerecse Naturpark ügyét is előre vittük, 10 éve létesült a Gerecse Naturpark, és ennek alkalmából megjelentettünk egy nagyon szép fotóalbumot a Naturpark legfontosabb értékeiről, hagyományairól, kulturális vonatkozásairól. És hát nagyon sok ismeretterjesztő előadást tartunk, akár mondhatom itt a fényes tanösvényen a szakvezetéseinket, másrészt pedig a különböző iskolai és egyéb közösségekben az előadásainkat Gerecse Naturparkról, vizekről, forrásokról, madarakról. Újabb lépéseket szeretnénk tenni. Itt nagyon sok részletkérdés kell, például a Laguna projekt kialakítása ügyében. Ott a geodéziai felmérés már megtörtént. Nagyon szeretnénk, hogy a vízjogi engedélyezési dokumentáció terén is előre tudjunk lépni. A réti halastavak vonatkozásában szintén ezek várnak ránk, és hát a Naturpark ügyében is nagy terveink vannak, hiszen a Gerecse Naturpark 29 települése mellé szeretnénk további 4 tagot felvenni, úgyhogy ennek is zajlik az előkészítése. Legnagyobb kincsünk a víz címmel szerveztek szakmai konferenciát május 19-én Tatán. A rendezvény a város csapadékvíz elvezetési projektjének része, ahol szemléletformáló előadásokat hallhattak a résztvevők. A program egy korábban meghirdetett rajzverseny eredmény hirdetésével zárult. 2022-ben mintegy 1,1 milliárd forint értékű csapadékvíz elvezetési fejlesztés kezdődött el Tatán. A terület és település fejlesztési operatív program, valamint a kormányzati többlettámogatásból megvalósuló beruházáshoz egy szemléletformáló programsorozat is csatlakozott. Az interaktív kezdeményezés egy konferenciával és rajzverseny eredményhirdetéssel zárult. Mindannyiunknak teljesen egyértelmű, hogy legfontosabb a víz az életünkben, a levegő mellett, meg a másik ember mellett, de hogy egy nagyon-nagyon fontos dologról van szó, és ennek a tisztaságának, a mennyiségének, a biztonságának a megőrzése közös feladatunk, közös célunk. Ezért egy olyan konferenciát tettünk mellé, amelyben egyrészt szó lesz a tatai forrásokról, a Tata vizeiről, az Áltarél vízgyűjtő területéről, a fejlesztési lehetőségekről,
Sőt, a kis településekre is gondoltunk, és egy kis települési polgármester arról fog beszélni, hogy hogyan lehet kicsiben is a vízmegtartást megvalósítani, hogyan lehet azt elérni, hogy amennyi víz a település területén esik le, azt ott is tartsuk meg. Ugye az a gyakorlat valósult meg, hogy aki csak teheti, kivezeti gyorsan az utcára a saját telkéről a vizet, majd utána a csapból locsolgatja a füvét. Tavalyi esztendőben a város nagyon sok vízgyűjtő edényt osztott ki azoknak, akik a házuk előtt rendben tartják a közterületet. Ezt szeretnénk az idén is folytatni. A másik jó hírem pedig az, hogy az idei esztendőben a megyei önkormányzatnak, vármegyei önkormányzatnak köszönhetően, a magyar kormánynak köszönhetően, Bencsik Jánosnak is köszönöm, egy újabb nagy pályázatot nyertünk, aminek két ütemre bonthatóan 1,4 milliárd forintot fogunk elkölteni. A további forrás kérdéseknek a kezelésére Május 1 út, Kazincbarcikai út környéke, új út környéke, a vízmegtartó rendszerek továbbépítésére, illetve ahol szükséges, ott pedig az elvezetésére, de amennyire csak lehet, ennek a gyakorlatnak a mentén dolgozunk, hogy tartsuk itt a vizet Tatán, a karszt rendszerünkbe további sok-sok beszivárgást tudjunk mi is segíteni. A másfél éves szemléletformáló projektben szinte minden korosztály érintett volt. A program célként fogalmazta meg ugyanis felhívni a figyelmet a vizek jelentőségének fontosságára. Igyekeztünk a polgármester úrral olyan előadásokat és olyan előadókat választani, akiknek egyrészt szoros kötődésük van Tata városához, másrészt pedig kiemelkedő szakmai tekintéllyel bírnak a témában. Lesz szó általánosságban vízvédelemről, Ramszári egyezményről, illetve lesz szó a további fejlesztésekről, amik megvalósulnak Tata városában. Olyan fejlesztésekről is hallhatunk, amik egyszerre szolgálják a környezetvédelmet és a turizmust. A rendezvény egy korábban meghirdetett rajzverseny eredmény hirdetésével zárult, amely felhívásra több mint 170 alkotás érkezett. Május 18-án a Városházán találkoztak a Honvéd Bajtársi Klub tagjai. A program ezúttal a Magyar Honvédelem napja alkalmából valósult meg, amely részeként Tóth Istvánnal, a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandárparancsnokával beszélgettek a szépkorúak. Jeles ünnep alkalmából találkozhattak a Honvéd Bajtársi Klub tagjai a Városházán. A civil szervezet az elmúlt időszakban többször is vendégeskedett a tatai laktanyában, most Tóth Istvánnal, a dandár parancsnokával beszélgethettek a megjelentek. A Magyar Honvédelem napja 1849. május 21. Buda visszafoglalása, az egyben a honvédség születésnapja is. Azért beszélünk most arról, hogy a Magyar Honvédség 175 éves, és most köszöntjük a 170. születésnapot. Na most mi arra gondoltunk, most már legalább 20 éve, hogy a Magyar Honvédelem napját a helyi alakulat illetékesével tartjuk, és felkérjük, hogy legyen szíves tájékoztasson bennünket arról, hogy hogy is áll jelenleg a dandár, mi történt azóta, mióta átvette a parancsnokságot, és három témát jelöltünk meg, egyik ugye az átfegyverzés, hogy áll, ugye ez gyors ütemben halad, nem csak a tankok területén, más területen is. A másik a laktanyába folyó rekonstrukció. Sokat járunk a laktanyában, mi is voltunk a laktanyában, és látjuk, hogy egyre szépen, egyre. Engem ami érdekes, különösen a színházterem, ugye, úgynevezett kupola, ami érdekel majd ebbe a témában. A harmadik pedig az, hogy az új helyzetben, ez az új helyzet azt jelenti, hogy a Magyar Honvédség felső szintjén vezérkari főnök és a többi nagy változások történtek. Minket az érdekel, hogy a dandárt hogy érinti ezek a változások, a dandár életét. Három felé van szakadva szokás szerint a dandár, ugye egyik része ugye ki van a gyakorlótéren, a másik része patarázik, a harmadik része pedig különböző helyeken szolgál, ugye most misszió meg egyéb helyeken is. Tehát szokás szerint mindenütt szolgáljuk a hazát mindenütt. Tehát ezekre kérdünk választ most majd a parancsnok úrtól, és nagyon örülünk, hogy nem csak egyedül jött, hozta magával ugye Kozák Piroska nagyasszonyt. A dalkört azért volt érdekes, ugye, mert
szombaton megyünk Fehérvárra, katadal bemutató, aminek kettős funkciója van. Egyik funkciója Petőfi 200, a másik pedig a Magyar Honvédség 175-ös évfordulója. Több mint 80 oldtimer autó gurult be az Eszterházy kastély kertjébe május 19-én. Immáron 13 éve szólítja meg a különleges gépjármű tulajdonosokat a Klasszik Csillagtúra, amely guruló múzeum egyfajta tiszteletét fejezi ki a szervező márka 137 éves múltja előtt. A kétnapos megmérettetésnek többek között Tata is helyszínt biztosított, ahol sok érdeklődő csodálta meg az egyedi darabokat. Általában ezek a klasszik, tehát veterán versenyek, ezeknél pontosan nem a gyorsaság a lényeg, hanem az ügyesség. Hát ugye azt látják, hogy itt különböző korú Mercedesek vannak, tehát a tényleg az 50 évestől az éppen csak 30 évesig, és ezek általában ilyen ügyességi feladatokat, ilyen 1/100-as feladatokat csinálnak, és ott ugye nem a lóerő számított, nem a gyorsaság számít, hanem a pontosság. A Mercedes ezt úgy szervezi, hogy mindig valamelyik, tehát kettő évente van egyébként a verseny, és általában mindig valamihez kötődik. Ebben az évben egyébként pont a Pagoda Mercedeseknek van a évfordulója, úgyhogy most ők vannak ugye kicsit előtérbe helyezve, de hát az összes többi korosztály is jöhet ide nyugodtan. A versenyen minden alkalommal új résztvevők is bejelentkeztek, de sok autótulajdonos már a kezdetektől jelen van a kezdeményezésen. A megmérettetés célja nem a rivalizálás, sokkal inkább a közösségépítés. Nagyon jó kezdeményezés, úgyhogy nagyon szép helyekre visznek minket, szép emberekkel találkozunk, úgyhogy tök jó. Hát a verseny mi nem próbálunk nagyon túlzásba vinni, hanem inkább élvezünk az időket. Ez 962 Mercedes 190 SL, a sofőrnek a születésnap is, úgyhogy ezzel jöttünk. Hát szerintem ez az eddig legrégebbi kocsi, amivel gurulunk itt. Szeretjük nagyon, gyönyörű tájakkal megyünk és élvezünk. Inkább csak versenyre, úgyhogy igazán a közötti a városban nem is tesz neki túl jó, nem szeret állni dugóba, hanem inkább a nyitott utakat, ahol lehet haladni vele. Minden Mercedes Csillagtúrán itt vagyunk. Nagyon régóta, mióta létezik, azóta indulunk rajta. Ez egy ritka darab, ebből csak 1250 darabot készítettek. Az a típus, hogy 500 SLC, és alumínium a motorháztető, csomagtérfedél, ezt azért készítették, mert ebből gyártották a versenyautókat. Azért ez különleges autó. Ez teljesen használható, az annyira jó állapotú, 90 ezer kilométer van benne, hogy teljesen használható. Úgy lehet használni a mostani modern autót. Teljesen jól működik. Sokkal nyugodtabb, mint egy mostani modern autóval menni, kellemesebb, jobb, nincs annyi kütyű benne. Ez jó, ezt még vezetni kell, az az élvezet benne. A látványos megmérettetés Nyugat-Magyarországon halad végig, és idén először Ausztriába is teljesítenek távot a résztvevők. A Tatai Járási Hivatal illetékességi területén 2023. május hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik. A kormányablak busz ügyintézői előre kijelölt napokon és helyszíneken ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket okmányirodai, személyigazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány, valamint kormányablakban indítható ügyekben. A buszban a díjak, illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség is biztosított. Az Eszterházy Ferenc Baráti Kör Egyesület május 21-én kulturális kalandozások Tatán címmel várják az érdeklődőket a Kristály Hotelbe. Délután 2 órától Kazinczy Ferencről tudhatnak meg érdekességeket a résztvevők Görbe Márk művészettörténész előadásában, előtte pedig a megyei értéktárban is elismert szállodáról hallhatnak többet a megjelentek. Következzenek péntek esti híreink, még egyszer, röviden. Ma tartotta éves közgyűlését az Áltarél Szövetség. Csapadékvíz elvezetés kérdéseiről szólt konferencia. Honvédelem napja alkalmából találkoztak a nyugdíjasok.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök május 19-én péntek este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen archív felvételeinket láthatják. Friss hírekkel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én további szép estét kívánok önöknek. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!